lényeg a megfigyelés. Hogy amit rajzolsz, az közben nézheted. Rálátsz, milyen szépek a részei, és ez már önmagában elég. Winkler Nóra gondolatával köszöntöm kedves nézőinket 561. adásunk kezdetén. Műsorunk elején a Székely Kevén első ízben megszervezett aldunai festőtáborról számolunk be munkatársunk Brekov Ernő voltából. Folytatásként ismertetőt hozunk Újvidékről a 13. alkalommal megrendezésre kerülő Apáczai Nyári Akadémia pedagógus továbbképzésről. Előtte azonban az elmúlt hét eseményei közül megemlítjük, hogy a Sándor Egyházi Bonát Sándor Magyar Művelődési Egyesület vezetősége a sikeres tea délutánok után egy újabb társalgási lehetőség megszervezésével próbálkozott. Az aratás időszaka lévén aratói mulatságot rendeztek, amelyen főként helybeliek jelentek meg szép számban, és töltettek együtt egy kellemes vasárnap délutánt a székelykevei zenészek szórakoztató muzsikája mellett. Mai 561. műsorunkhoz minden kedves nézőnek jó vételt kívánok! Székely Kevin, az Ökorurális Vendégfogadó Gazdák Egyesülete idén első alkalommal vállalkozott az aldunai festőtábor megszervezésére. A különböző tájegységekről érkező festőművészek július 8-ától 3 napon át örökítették meg a csendes falusi környezet szépségeit. A vendégeket Dani Árnyő, mint a tábor koordinátora köszöntötte. Stiglizmai dolgok, završnog momenta, završne svečanosti, teo bi da izražim svoje zadovoljstvo. Ovo je bio jedan izuzetno nov moment za mene, za nas, inače ovo je prva prilika da smo imali mogućnosti kroz ovih 3 dana ovako lepo da se družimo sa umetnicima, sa umetničkim dušama. Ja kao domaćin, odnosno tehnički koordinator, bi predao reč gospođici Nevenki, pa ona će o svemu ostalom stručno da kaže svoje mišljenje. Još jednom se zahvaljujem svima i hvala vam još jednom. Ovo je u organizaciji seoskog turizma, udruženja seoskog turizma i trebali bi znači više da poradimo na motivima sledeće godine i nadamo se, ovo je danas prva kolonija, ali se nadamo da će sledeće godine isto biti u ovakvom sastavu, ako ne još i veće. Úri Ferenc újvidéki festőművész volt a festőtábor megálmodója, indítványozója. Körülbelül egy pár napot, egy 4-5 napot. Akkor merült fel az az ötlet, és beszéltem én persze a tulajdonossal, Ernővel, hogy mi lenne, ha egy ilyen festőtábort rendezni. De ő, ahogy mondja, ő neki fogalma se volt, hogy mi is az a festőtábor. Akkor én, mikor hazamentem, írtam egy levelet, hogy miből is álmod. Részletesen leírva, hogy mit várnak el mondjuk a festőtábor résztvevőitől, milyen képeket, meg hasonló, és mit várnak el a festők mondjuk a szervezőtől. Hát most itt a végén azt tapasztaljuk, hogy valóban, amit mondjuk mi festők elvártunk, azt meg is kaptuk, én azt hiszem. De azt hiszem, hogy a szervezők is meg vannak velünk elégedve, amit adtunk, mert köztünk vannak ugye akadémiát végzett, sőt még többet, aztán vannak ugye, hogy így mondjam, amatőrök, de nagyon igyekvők, van aki ugye, hogy így mondjam, akadémiát nem is végzett, de a legjobb képeket alkotta. A
Az idei táborban 17 festőművész, közöttük több mint 10 akadémikus, mint például Vásza Dolovacski, az Újvidéki Képzőművészeti Akadémia tanára, szabad témakört választhatott alkotásaihoz. Gospodari svetlost. Vi ste u stanju da zarobite u jednom momentu svetlost i da ona ostane istorijski za sva vremena zarobljena. Znači, to nije uobičajna sposobnost. Zato se ja vama divim i hvala vam lepo što ste bili zajedno sa nama tu. I mnogo mi je drago da se i sledeće godine ovako sledimo. Csak azok vagyunk, akik felfedezzük ezt az egész mindent, és meglássuk benne azt a szépséget, ami benne rejlődik. Nekünk csak az a munkánk, hogy ez a fölismerjük, és tudjuk azt mostan kihozni benne, ami ő benne van. Mert ő egymaga másért saját magát. A tartalmasan együtt töltött 3 nap után mindannyian kiállították alkotásaikat, és terveik szerint a festőtábor lakói jövőre ismét találkoznak, de akkorra már meghatározott témakört dolgoznak fel a hagyományos falusi környezetből merítve. Thank you.
2013. július 2. és 3. hetében 13. alkalommal került sor az Újvidéki Apácai Nyári Akadémia, most már hivatalosan is akkreditált pedagógus továbbképző tanfolyamára az Apácai Diákotthonban. A szervező Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete minden évben jeles előadókat hív, és így a nyári akadémia magas színvonala a mi határainkon túlról is vonz résztvevőket. Nagy Margit, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke beszélt a továbbképzés első hetéről. Az Apácai Diákotthonnak két épülete van, a lánykollégium és a fiúkollégium, és ez lehetővé teszi, hogy két helyszínen párhuzamosan folyjon az oktatás, mármint a továbbképzés. A múlt héten a lánykollégiumban volt a természettudományok témájával foglalkozó előadások sorozata, amelynek főszervezője Muhi Béla volt. Neves magyarországi, főleg szegedi fizika és kémia egyetemi tanárok adtak elő, de voltak az Újvidéki Egyetemről is előadók, és olyan 35 körüli résztvevő volt. Egy kiránduláson is részt vettek, voltak Belgrádban, megnézték a Tesla múzeumot, és Belgrád egyéb nevezetességeit. A fiúkollégiumban volt a Történelem és Magyarság című előadássorozat, ennek a főszervezője Dulka Andor, Ürményházi történelemtanár. A továbbképzésen olyan körülbelül 25 résztvevő volt, ők is voltak kirándulni Versecen, mivel Herceg Ferenc magyar író Versecen született. Herceg Ferencet agyonhallgatta a szocialista rendszer, mert Trianon után kifejezte a véleményét, az elkeseredését a történtek miatt, ezért ő index alatt volt, nem volt szabad kiadni a könyveit. Azt tudni kell róla, hogy az első világháború előtt és a két világháború közötti időszakban is a legtöbb könyvet az ő műveiből adták ki. Tehát ő bestsellereket írt, úgymond, annak idején, meg kiváló drámákat is, például a Bizánc című drámája egy fantasztikusan jó színpadi mű. És mivel évfordulója van, mivel Herceg Ferenc évforduló van az idén, az ő munkásságának a szellemében szerveztük meg, illetve szervezte meg Dulka Andor, és a felesége mindig besegít, Viola Luisa, ezt a továbbképzést. Szintén magyarországi előadók is voltak, meg hazaiak is. Mit megemlíteném, rendszeresen visszatérő előadónk Tőkécki László az ELTE-ről, a Ötös Loránd Tudományegyetemről, a Zakar Péter a Szegedi Tudományegyetemről, és Vajda Tamás szintén Szegedről, és a nyelvészek közül pedig szintén visszatérő vendégünk Balázs Géza, és az ő nyelvész csoportja, hogy így mondjam, akivel együtt szoktak jönni hozzánk. Július 15-től az osztályfőnöki továbbképzés, valamint a Tapasztalt, hogy továbbadhasd nevű természetvédő program folyt. Ez utóbbiról Lukács Zsolt szervező és Surányi Népalkó Eleonóra előadó is nyilatkozott. Hát nagyon örülök annak, hogy immár második alkalommal szervezzük meg a környezetnevelési továbbképzést, melynek a hivatalos neve Tapasztalt, hogy továbbadhasd. Magyarországi előadóink vannak, a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségével együttműködve valósult meg ez a nyári akadémiának ez a hete. Az előadóink Surányi Palko Eleonóra, a Szombathelyi Szűrcsapó óvoda vezetője, valamint Simonyi István, közoktatási szakértő és tanácsadó, Mécs Csaba, a KOKOSZ elnöke, Molnár Zoltán, környezetnevelési szakértő valójában, valamint felesége Molnárné Kis Anikó, óvodapedagógus, valamint Lendvai Mária, ő is környezetnevelési szakértő.
tisztelettel köszöntöm valamennyi nézőt. Hát ez egy egyhetes program lesz, nagy megtiszteltetésként éltük meg, hogy másodszor is itt lehetünk. Most itt környezet és természetvédelmi neveléssel foglalkozó kollégák vannak, óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, és nekik állítottunk össze egy olyan programot, amely főleg a víz köré csoportosul. Hiszen hallottuk, meg tudjuk, hogy napjainkban mekkora gondokat okozunk mi emberek, hogy mennyire szennyezettek a vizek, mennyire nem becsüljük azokat az értékeket, amik közvetlen környezetünkben is megtalálható. Az, hogy a víz témaköre jött be, az amiatt volt, mert terepgyakorlatot is szervezünk az Aszalvica folyóhoz, és így az adta az ötletet, hogy akkor minden foglalkozásba behozzuk a vizet, hogy lehet azt akár az óvodában, akár az iskolában, hogy lehet megtanítani a gyerekeket arra, hogy ők is becsüljék, tiszteljék és segítsék a természetet, és ezen belül is egy nagyon fontos elemét a vizet, hiszen enélkül nincs élet. Most a két napban tréninget tartunk, amely főleg az élménypedagógiára épül. Ez nagyon fontos, hiszen a pedagógusoknak ad egy tapasztalási lehetőséget, hogy hogyan tudnak úgy átadni ismereteket, hogy a gyerekeket gondolkodtatni megtanítsák, ugyanakkor játszanak, tehát végülis játékos módon becsempészni azt a tudást, amire azt a később lehet még pluszban építeni. És ezáltal válnak a gyerekek olyanná, hogy olyan értékeket képviseljenek, amit mi szeretnénk, akik ezért élünk és dolgozunk, hogy szebb és jobbá tegyük a környezetünket, illetve megbecsüljük azt, ami körbevesz bennünket. Itt jelenleg a kollégiumban az osztályfőnökök továbbképzése folyik. Igen, ennek a továbbképzésnek a főszervezője Muhi Horváth Gabriella, újvidéki magyar tanárnő. A továbbképzésnek a címe a fiatalok szocializációja. És Magyarországról érkezett több előadó, dr. Szijjártó István, Somogyi Angéla, Hornyák László, stb. Tehát sorolhatnám. Lesz könyvbemutató is, ezt nem szabad elfelejtenem, hogy elmondjam, hogy a Vajdasági Magyar Tankönyvtanács keretében már elég sok tankönyvpótló kiadványt jelentettünk meg Muhi Béla szerkesztésében, mert ő az elnöke a tankönyvtanácsnak, és a továbbképzésen ezekből a könyvekből juttatunk a pedagógusoknak. Sőt, az előadásokat egészen olcsón meg lehet vásárolni DVD-n, mert felvételt készítünk, videófelvételt készítünk nagyon sok előadásról, és ezeket a pedagógusok megvásárolhatják. Mijátov Irén Bánátból jött ide a Újvidékre a továbbképzésre. Ő Muzsján él, de Erzsébet lakon dolgozik. Igen, muzsjai vagyok, Muzsján élek, de már évek óta Erzsébet lakon dolgozom, és rendszeresen járok ezekre a továbbképző tanfolyamokra évközben, és nagyon hasznosnak tartom őket, sok újat hallunk, sok ismeretségre teszünk szert. Tavaly nyáron Csíkszeredában voltam egy továbbképző tanfolyamon, ott ismertem meg a kolléganőt, aki most Brassóból jött hozzánk Újvidékre, hogy itt részt vegyen ezen a továbbképző tanfolyamon, és megismerje a Vajdaságot, Újvidéket, mert még nem járt nálunk. Tehát érdekes lenni, igen. Messziről ide jönni. Nagyon érdekes. Gál Magdolna a nevem. Brassóból, Erdély Kariából jöttem. Amolyan apácai szülőfalujától, mert hát itt az apácai emlékmű. Az apácai szülőfalujától olyan 30 kilométerre van Brassó. Meglehetősen szórványvidék, tehát ott magyar tanárnak lenni végvár. De éppen ez a jó benne a kihívás. Valóban Irénnel tavaly ismerkedtünk meg egy osztályfőnöki tanfolyamon. És az idén gyorsan beütemeztem, hogy na, akkor az idén megyünk Kolozsvárra. Hát ne, gyerete. Jó, hát akkor itt vagyok. Talán azért is tudtak ilyen jól összebarátkozni, mivel mind a kettő szorvány, magyar szorvány. Hát hiszem, számít. Hogy igen, mert mi itt is a Vajdaságban, a Bánságban, illetve Bánátban is szorványban élünk. És hát bizony, hogy a gyerekeket gyűjtjük, minden gyerek nagyon fontos, a szülőkkel
állandóan tartjuk a kapcsolatot, és próbáljuk rávenni őket, hogy magyar osztályba írassák a gyerekeket, mert nagyon-nagyon fontos ez a megmaradásunknak a része, illetve így tudunk csak fönnmaradni a szorványban, hogyha ezen dolgozunk nap mint nap. Mi a legfontosabb üzenete a továbbképzéseknek? Nagyon fontos az, hogy a pedagógusok jól oktassanak, jól neveljenek, tehát jó pedagógusok legyenek. Ehhez szükséges az, hogy a pedagógus szakmailag jól felkészült legyen, de emberileg is felkészült legyen, tehát lélekkel dolgozzon, foglalkozzon a gyerekekkel. Mert egy lelketlen pedagógus eltántorítja a gyereket, sőt, megutáltatja a tantárgyát a gyerekkel, de egy lelkes pedagógus megszeretteti. Én például azért végeztem fizika szakot, mert nagyon jó fizika tanárom volt, és megszeretette a fizikát, pedig a fizikát sokan nem szeretik. És ugyanígy van az egyéb tantárgyakkal, tehát az, hogy a pedagógus ne csak oktasson, hanem neveljen is, és a személyisége olyan legyen, hogy a gyerekek felnézzenek rá, és példát mutasson. Az is nagyon fontos, mert lehet, hogy abban a pillanatban a gyerek még nem követi a példát, de később ez beépül a személyiségébe. Ez az egyik része a továbbképzések jelentőségének. A másik a közösségteremtés, amit már említettem, hogy akár Vajdaságon belül, de a külhoni magyarság területéről bárhonnan érkező pedagógusok barátságot kötnek, utána leveleznek, meglátogatják egymást, tartják a kapcsolatot. A természetvédő program megnyitóján a nagy tehetségű Rácz Roberto ifjú hegedűművész is fellépett. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Hertelendi falván most már javában fújnak az előkészületek a hagyományos aratónapok rendezvény megtartására. A 19. alkalommal a Hertelendi falvi helyi közösség, a Gyetván Szlovák Művelődési Egyesület és a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület által közösen szervezett ünnepség sorozat már vasárnap, július 21-én megkezdődik a kézi aratás bemutatásával a falu közelében lévő meghagyott kis búzatáblán. Szerdán, július 24-én szakmai előadást tartanak a földműves gazdáknak, csütörtökre, 25-ére tervezik a sportnapot a helyi sportpályán, kin a mezőn pedig a korszerű mezőgazdasági gépek bemutatását. Pénteken, július 26-án a három nyelvű művelődési műsor mellett kézi munka és süteménykiállítást, valamint a régi gépezetek kiállítását lehet majd megtekinteni. Mindez mellett első alkalommal a kirakodó vásár hagyományos portékákkal várja az érdeklődőket. Szombaton, július 27-én délután 15 órakor indul az aratok felvonulása Hertelendi falva utcáin, majd este a két egyesület helyiségeiben tartják meg az aratóbálakat szórakoztató zenével és gazdag tombolával. A hertelendi falviak nyitott szívvel, barátsággal várják az érdeklődőket. Mai műsorunkat szombaton reggel 7:30-kor láthatják ismét. Következő adásunkkal pedig mához egy hétre a megszokott időben csütörtökön este 7:30 után jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk, a viszontlátásra!